Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Hölgyeim és uraim, egy könnyedebb témával jelentkezünk a mai Mozaikban, mert hogy örömteli hírről tud beszámolni Kránic Roland, a Soproni Fotóklub tagja, természetfotós, mert hogy ismételten több érmet is elnyert, hogy milyen versenyeken vett részt, milyen fotókkal, arról is beszélgetünk. Roli, nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm kedves nézőket. És azért el kell mondani rólad, hogy korábban egy-két éve, már nem is emlékszem pontosan, ugye az év legviccesebb fotója, közönségdíjasa lettél, és akkor én azt gondolom, hogy országosan is sokan írtak rólad, és országosan is egyre ismertebb lettél, viszont most arra kaptam föl a fejemet, hogy a közösségi médiában kiírtad, hogy érem eső, mert hogy ismételten díjazták a fotóidat. Miről van szó? Hát ugye ez egy cirkuit verseny volt, egy körverseny volt, Szerbia, Macedónia, Észak-Macedónia megrendezésével, és ott két kategóriában indultam, négy kategóriában lehetett, én csak kettőben indultam, egy színesbe és egy természet kategóriába, és ott sikerült elég jó eredményeket elérni. Tehát két aranyérem, két ezüstérem és egy piros szalagot kaptam. Mit kell a díjnyertes fotókról tudni, hogyha most így egyesével nézegetjük, melyik miről is szól? Az egyik egy búbos banka, amelyik eteti a fiókát, az a pontos találat. Ő egy arany és ezüstérmet hozott, aztán van a másik fotóm, ahol a leánykököcsének vannak a lányok, az egy régebbi fotóm, de nagyon sok helyen jó szerepelt eddig is, és őt szoktam több pályázatot is elküldeni. Ő is szintén egy arany és egy ezüstérmet hozott, és van a harmadik kép, az meg a judo, amikor a két ürge verekszik, ezt meg egy PSA piros szalagot hozott nekem. Számított el ezekre a diákra? Megmondom őszintén, hogy mindig az ember valamire számít, de ennyire nem számítottam én se. Tehát erre négy érem plusz a szallag, én is akkor megjött a riplotkát, hogy akkor aha, mondom, az igen, mondom, és kicsit jó jött a siker. Számítani mindig valahogy számítok. A elfogadás is jó, hogyha van, ugye, mert ugye nem csak díjak vannak, hanem elfogadások is, eléri azt a bizonyos pontszámot, a kép, amit ugye kitűznek a zsűrik, és akkor van egy határ 19 ponttól, akkor elfogadják a képet, és akkor ugye az fölött, mint ami 22, 23, 24 ponttól, ugye maximum a 30 pont, onnan meg már ugye lehet, hogy érmet kapsz. Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy milyen szempontok alapján értékel a zsűri. Tehát van itt egy szakmai stáb, ők összeülnek, és akkor van egy határ, bejutnak a legjobb képek, és akkor onnan megint osztályozásra kerülnek. Igen, valahogy így működik a dolog, ugye páratlan zsűrit választanak ki, tehát 3-5 fős zsűri, ugye szalonoként ugye más-más lehet 3 vagy 5 fő is, és ugye minden szalonban van zsűri, különböző zsűriek vannak, és akkor ugye ők zsűrizik, 1-től 10 pontig lehet pontozni, ugye megszabják a ponthatát, hogy melyik az, ami elfogadásra kerülhet a kép, hogy a minimális ponthatár az 19, és attól fölfelé vannak elfogadások, illetve díjazások, az alatt meg nincs elfogadás. Magyar szóval az a kép nem kerül kiállításra, illetve elfogadásra, amelyik alatta szerepel. És ugye onnantól kezdve az már a zsűri egyéni dolga az, hogy most megnézi a képeket, csak eldönti az, hogy na most én ennek a képnek szeretnék egy díjat adni, mert az annyira jó, vagy éppenséggel jó. Ez nemzetközi elismerés, ugye? Így van, nemzetközi elismerés. Hát mint minden más, ugye világszerte ez egy fiopos pályázat volt tulajdonképpen, és bárki bárhogy a nevezhet rá, tehát ugye négy kategóriába induló képpel, illetve négy képpel lehet jelentkezni egy kategóriába, és ugye be kell küldeni, és várni kell a döntéseket. Illetve azt áruld el még, hogy ezek a képek hol lesznek láthatók, azon kívül ugye, hogy a közösségi médiában is biztosan, de hogy kiállításra is kerülhetnek? Igen, ezek a képek, amiket elfogadnak, ezek kiállításra kerülnek azon adott országban, ahol ez a pályázat szerepelt. Tehát Szerbia, Macedónia és Észak-Macedóniában. Illetve még mesélj a létrejöttükről, mert hogy egy természetfotót sohasem egyszerű készíteni. Hát igen, igen. Hát ugye az virágos fotó, a lányok az úgymond az egyszerűbb, tehát ugye meg kell választani jó hátteret, jó fényeket, és az úgymond könnyebb volt elkészíteni. Ugye a többi képről mondva, a judo például készült az Oszolemiós kép, ott azon a helyen készült. Ott azért kell várni, ki kell várni a pillanatot, figyelni kell, ott az ürgék mozgására tulajdonképpen, és ott sikerült ezt a judós képet elkészítenem.
A pontos talált az meg a búbósban, hogy eteti a fiókát, hát ott egy kialakított lesbe beültünk, reggel, nem is tudom, 9-től, délután 3-ig voltunk benn. Hát ugye kellett várni a megfelelő pillanatra, megfelelő lehetőségre, hogy most jön a banka, és akkor azt le tudjuk úgy fotózni, hogy az jó képérték legyen tulajdonképpen. Kell hozzá azért a természet iránti szeretet is, illetve az állatok szeretete is. Én azt gondolom, hogy ez alap, hogyha valaki természetfotót készít, akkor ez kell, hogy vonza, no meg azért kell a tehetség. Hát igen, tehetség az is kell hozzá, meg a természetnek a szeretete, azt mindenképpen én azt mondom. Én mindig is szerettem a természetbe állni. Ugye falusi gyerek vagyok, én mindig azt mondtam, hogy nincs is talán jobb, hogy az ember kimegy a természetbe, csönd van, nyugalom van, ha meg nem is tudsz képet készíteni, meg akkor is megéri kimenni. Tehát ugye felszabadultság, a kicsit kikapcsolódás az egész a részemre, meg hát ugye a hobbim is egyben. Na meg a jó gép is kell, azt mondják. Hát a technika nem minden, hozzá kell tenni, ugye, ha nincs mögötte tudás. Hiába van egy olyan komoly felszerelésed, amikor van olyan ember, aki azt se tudja beállítani, hogy kéne ezt beállítani manuálisan, hogy kell vele fényképezni. Sokszor láttam és hallottam már ilyet. Mesélj még arról, hogy mikor is nyert el az Ószó de Mió az év legviccesebb természetfotója? Tavaly október. Vagy tavaly előtt? Tavaly előtt, október talán. 2000, na mindegy, azóta eltelt már egy jó pár hónap, és mit érzel, hogy a fotós karrieredet, azaz tényleg világra szóló siker miként érintette? Hát annyira, megmondom őszintén, nem nagyon befolyásolta a karrieremet, ugye ez a Covidnak is köszönhető, ugye ilyenkor az emberek nagyon megállnak, tehát leállnak az ilyen interjúk, nem is azt mondja, interjúk, hanem a lehetőségek, és hát ugye kicsit elnyomta ezt a részét ennek a dolognak. Persze nagyon sok helyen megjelent újságban, internetes oldalakon, de azt mondom, hogy ezek kicsit rányomta a bélyegét. Hogyha már Covid, akkor mennyire nehéz ilyenkor egy fotoművésznek kibontakoznia, vagy milyen témákat tud találni, amik mellett fotózhat úgy, hogy a járványügyi szabályokat is betartja? Hát ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy a természet az mindig hív, tehát oda ki lehet menni, ugye betartani a kiállási tilalmat, illetve az időkorlátozást. Azt mondom, mindig lehet találni témát, hogy tudjunk fotózni. Vagy otthon, vagy kint a természet, de inkább a kint a természet, ami adja a témákat és a lehetőségeket. Most például milyen témák motoszkálnak a fejedben? Hát ugye most elindultak a vonulómadarak visszaérkezése. Ugye az, ami számomra fontos, és szeretnék ugye elmenni fotózni a kedvenc helyemre, és ott szeretnék egy kicsit hosszabb időt eltölteni. Meglátjuk, hogy ezt még mi jön. Sok terv van, hogy megvalósítás lesz-e belőle, azt még nem tudom, de nagyon remélem. Gemencre szeretnék még lejutni egy jó kis szarvasbőgést, az még a bagancs listámon van, de nagyon. Ha a Soproni Fotóklubot említjük, akkor azt gondolom, hogy kialakult egy nagyon szép család, úgymond, egy nagyon jó kis csapat. Mi újság egyébként a fotóklubbal veletek? Hát, ugye sajnos ez megint ez a koronavírus ugye közbeszólt hozzánk, illetve közénk, és azt mondom, hogy klubfoglalkozás szinte nincs is. Tehát ugye most egyelőre nagyon áll minden. Tudunk egymásról, tudunk azt, hogy ki mit akkor, de így most sajnos közösségileg, mint klub, még nem tudunk egyelőre működni a koronavírus miatt. Majd meglátjuk, hogyha ugye enyhülnek a védelmi intézkedések, akkor biztosan újra beindul az élet a fotóklub házatáján is. És nagyon sok fiatal érdeklődik a fotózás iránt. Mindig nagyon kíváncsi vagyok egy olyan művész javaslatára, aki már elért a szakmában sok mindent, hogy hogyan érdemes neki kezdeni, akár a fiatalabb gyermekeknek, azoknak, akik kicsit idősebbek, mit javasolsz neki? Hát én azt mondom mindig, hogy először tudja azt, hogy mit szeretne fotózni, mivel szeretne foglalkozni, ugye, vagy a természet, vagy az épületfotózás, vagy a stúdiófotózás, ugye különböző kategóriák vannak. Én azt mondom először, hogy döntse el, hogy mit szeretne, és ahhoz viszonyítva vásároljon be, illetve rendezze be magát a gépekkel, az objektívekkel, és akkor tényleg azt az irányt képviselje. Persze mindenben lehet belekezdeni, és azt mondom, hogy persze mindent ki lehet próbálni, de én azt mondom, hogy én a természetben találtam meg a fotózási lehetőséget, én stúdióban nem tudnám magam elképzelni, és én arra orientálódok, tehát én nekem úgy vannak a felszereléseim. Tehát ugye el kell dönteni, mit szeretnénk. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon jó
útravalók a fiataloknak. Kránic Roland természetfotósnak még nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és további sok-sok sikert kívánok a pályád terén, minden jót. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hölgyeim és uraim, önöknek is nagyon köszönöm a kitüntető figyelmet. Vigyázzanak magukra, jó egészséget, viszontlátásra!